újra itt vagyok. Én Hexarius vagyok, és ez itt a World of Warcraft. Fogalmam sincs, hogy volt a baj. Újraindítottam a gépet, újraindítottam a routert, és most van a gép. Nem baj, csúsztam egy fél órát. De, ja. De mitől volt? Lehet, hogy egy kicsit a modem bajdult meg. Én nem tudom. Na de. Gyors ellenőrzést az becsapatok. Ellenőrizni kell. Oké. Okay. Meg is történt. Már elvileg jók leszünk. Legalábbis remélem. Na szóval, hogy megint elkezdjem azt, amit elmondom megint azt, amit már elmondtam, hogy töröltem. Hogy azért esett a választás a WoW-ra, mert egy kicsit ilyen klasszikusabb, RPG jellegűbb RPG-t akarok. Szia, brazilok! Már elvileg van kép, legalábbis most már nekem van, újraindítottam a mindent. Modem szarakodhatott. Valamiért. Mindegy. Ja, van kép. Oké. Kír. Elvileg most jók leszünk, na de hogy... És ezért esett ugye a WoW-ra a választás, mert egy ilyen régebbi jellegű RPG-re hajaz. Olyan. Ugye ez nem is az eredeti WoW. Már ugye akkor is volt nekem a YouTube-on két darab videó, vagyis livestream. Még egy éve talán. Hanem ugye ez a Taurinak a legújabb szervere, ami pár napja nyitott meg. Crystal Song PvP szervere, ami ugye annyit tud, hogy a Wrath of the Lich King kiegészítője van megcsinálva, és nincsen semmi plusz hozzáadva. Ez olyan, mint amikor kijött a legalábbis legjobb tudomás szerint. Olyan, mint a megjelenésekor volt. Hát ugye az meg az egyik legjobb kiegészítő, ha nem legjobb. Májton. Remélem azért átszivárognak majd a YouTube-os nézők, akik szoktak nézni. Mert eredetileg ugye YouTube-on lett volna live, mint olyan. Csak aztán ugye olvasgattam, hogy mi a szitu, és ért inkább a... Nem mutatja? Miért csak a Wolfossat mutatja? Ezt. Feketrekkel. Most pont nem kell ölni, nem baj, erősödik. Ez egyszeres szerver. Itt nem fogunk pikpak felfejlődni, nem tudom hova. Ja, és azt még hú, azt elfelejtettem leírni a videó címébe, hogy ez nem egy ilyen progress, meg nem tudom mi, hogy mindenki most ilyeneket tol. Vagy most road to nem tudom micsoda. Hát itt nem fogtok olyat látni. Inkább így elbeszélgetek a játékról, meg hogy van valami téma. Hát ahogy megszokhattátok, amit YouTube-on szoktam csinálni. Mint hogy nekiálljak, aztán némán csináljam a ilyen nagyon nehéz dungeon-öket, vagy ilyesmi. Mindjárt átnézek egyébként a YouTube-os dologra, mert ott meg ugye ilyen live szünetben van a dolog.
Izsó Buraj beírt, hogy OMG. Lehet, hogy akkor majd jön. Töljük a goblinokat. Ugye többek között csak a tartalom miatt volt szerintem az egyik legjobb kiegészítő a Wrath of the Lich King, hanem ugye mind történetben, ugye, ami a Warcraft 3-ba történt, ugye ez az Arthas, az maga a Lich King-es történet, ugye. Ahogy ugye ide át lett emelve. Az is egy eléggé jó dolog, ugye, hogyha az ember elolvas az adott kis könyveket, amiket talál, vagy küldetéseket, ilyesmi. Vagy játszott a Warcraft 3-mal. Játszottam. Elmondanom. Szép lassan leverjük a kutyádliket. Még annyit ugye elmondok, hogy én azért szerettem ugye ezt a paladin dolgot, mert hát egy az, hogy tudja magát healelni. Meg én, amiben lehet, ugye én inkább ilyen tank karakterrel vagyok. Ami... ez a tipikus, hogy ilyen nagy páncélban van, és akkor part pajzs. Megyünk előre a dungeonökbe. Stílus preferáltam mindig. Ugye azért ezt is el lehet rontani, hogy partiból van az ember. Csinál egy dungeon. Ugye az izékre kell egyedül talán figyelni ugye a creed-re. Az agro része. Hogy mindig ugye rajtad legyen a fókusz, mert ha rajtad van, akkor az nem jó. Igen, szépen ők a goblinkákat. Itt amúgy ezen a Seron is már felhúztam a 10-es szintű karakter. De gondoltam, hogy egy ilyen előről kezdjük dolgot. Lépek meg. Hát az elején ugye itt nem sok képesség van. Viszont a vége fele sokkal több lesz, mint az eredeti wolfba. Ami van és nem ilyen tamagocs is lesz. A végén. Ugye nekem majdnem az összes kiegészítő ugye megvan. Vagy digitális formában, vagy ugye rendes. De azt hiszem, hogy hátrafordulok. Ja igen. Legion. Egyedül ugye az, az új Shadowlands. Az nem is lesz meg szerintem. Bár aztán nem tudom. Azt hitték sokan, hogy az is jó lesz meg. Ilyesmi, de az a baj, hogy az új időutazós történet se tetszik. Olyan. Csak az új dolgok ezek már nekem annyira lenne. Good day to you. Brazilok, te egy régi néző vagy YouTube-ról, vagy csak most véletlenül ide kattintottál. Egy kicsit kiszóljak a chathez. King's honor, friend. Okay. Véletlenül jött. Well met. For the Alliance. Light van egy pár videóm amúgy már YouTube-on. Light bless you. Olyan, ki ma Hexarius néven. Ha gondolod, meg tudsz találni. De most már úgy akarom csinálni, hogy a live-ok nagy része talán ugye greetings. Zajlani. Go with honor, friend. Be careful. És videók vagy montázsok, de lesz türelmem, akkor a live-okba csinálnak ilyen montást, és akkor azok a YouTube-ra kerülnek fel. Ja, mondjuk hát nem egy ilyen nagy követőszámmal rendelkezek azért annyira úgysem, de rossz. Jó, hát ugye azt tudni kell, hogy én nem, nem egy ilyen... melyiket csináljuk?
Nem koboldos. What can I help you with? Hogy én nem egy ilyen nagyon pihogós, meg megijedős, meg nem tudom milyen embertől vagyok a játékokban. Szóval itt nem fog az előfordulni. Hát én inkább az a tényleg a ilyen tipikus emberi viselkedéseket szoktam, szóval nem beszélek ilyen túlreagálás, meg nem fogok ordibálni, hogyha horrorral játszok, vagy ilyesmi. Mert hát így is épp elegen viselnek szerintem ilyen állarcot, úgymond. Ha lehet így fogalmazni, vagy csinálnak ilyen műsort már ugye mindenből. Lehet, hogy bele kellett volna még bigyesztenem a Tauri feliratot a kínbe, de hát oda se neki. De még csak egy támadás formánk van. Vagy most már van egy pajzsunk. Ja, már mint a videóra találtam rá véletlenül. Igen, már régóta nincs. Ó, te vagy Izsó Burai. Igen. Honnan? Akkor legalább már valaki ide talált a YouTube-ra. Az már egy pozitív. Hát most itt elkalapálgatok. Játsz a bofhoz. Játszottál vele, régen nézted, de próbáltad, de nem tetszik. Más MMORPG-t játszol. Terve volt ugye, hogy a Guild Wars 2-t is újra előveszem. Az sincs elfelejtve. Csak most, mint mondtam, hogy a tényleg egy ilyen klasszikus RPG-n. Mindig amikor nézem a tavernás asztali szerepjátékos videókat, akkor mindig megjön a kedvem az ilyen klasszikus RPG-hez, és hogyha már MMORPG a Bobot gondoltam. Érdemes letölteni. Csak ugye azt is ugye ember függő ugye, hogy milyen játékot szeret az ember. Ugye ez tényleg egy ilyen régi stílusú és nagyon lassú. Tényleg egy nehéz játék. Legalábbis ezen a szerveren. A sima Tauri szerver az azért az barátságosabb, ott nem is tudom, hogy hányszoros szorzó van. Ugye az, hogy hányszoros szorzó, ugye azt arra értem, hogy ugye ez egy egyszeres, ami annyit jelent ugye, hogy ugyanolyan, mint az eredeti. Akkor vannak olyanok, amik ugye a Tauri az nem is tudom, hogy ötszörös vagy háromszoros, ami annyit jelent, hogy ugye ötször vagy háromszor annyi XP-t meg pénzt kapsz, ugye a küldetésekért, ölésekért, vagyis sokkal gyorsabban fejlődsz. Olyan. Okay, és akkor ezek itt a koboldos dolgoknak vannak. Ja, meg amúgy az egész jó. Ugye itt a Tauri ugye az egy magyar fenntartású szerver. Tehát szerver park, mert ugye elég sok szerverük van már. De ilyen vegyesen vannak, szóval most már annyira lényegében elterjedt ez a Tauri szerver. Pontosabban ez a Crystal Song is már. Hogy ugye a külföldiek is javában szólják rajta. Hát léptem azóta? Olyan vegyesen, de elég sok magyarra lehet találkozni. What can I do for you? Nem tudtam itt semmit.
Másfajta MMORPG-ket azt próbáltam? Na akkor boldogsat akkor meg. Light be with you. Lehet, hogy az lesz, hogy itt veszek hozzá egy hardot. Kezessön. Szerintem tudod mi a különbség? Hát az, hogy az MMORPG ugye az passzívli multiplayer online. Ugye az az, hogy... Valóban itt ilyeneket tudok venni. Ugye az azt jelenti, hogy online játszol. Roleplaying game-et, és ugye a sima RPG az meg ugye, hogy vagy egy játékos, vagy kooperatívba szerepjáték. Szabad fordítás, ugye a roleplaying, szerepjáték, játék. Roleplaying game, de az meg a videójáték. A Warframe-et nyomok. Az is jó, azt is csapattam egy darabig. Ott is beleütköztem a... Hogy... Túl kicsi volt már az inventorim. Megszereztem az új Warframe-et. Nem is tudom melyiket farmaltam ki. Aztán túl kicsi volt, azt ugye minden... Mindenre kellett volna költeni pénzt, hogy inventorim legyen, meg nem tudom mit. Vegyek és akkor ki tudom craftolni, meg nem tudom, ez nem hagyva. Amúgy jó game van. Tök jó el volt, nem tudom mennyi órát töltem vele. Igen, ez egy jóval lassabb. Játékmenete rendelkező. Dolog. Hogy ebben az a jó, én elmondom, hogy miért szeretem mondjuk ezt a klasszikusabb Warcraftot is, ugye nem a pandás kiegészítő utánbeli. Pandás utánbeli izém, hogy ott már leegyszerűsödött. Ugye itt tényleg az van, hogy nincsenek az, hogy milliókat sebb rá, nincs az, hogy 3 milliárd HP-t van, meg ilyesmi. Hanem itt tényleg minden egyes skill nagyon fog számítani. Még egyes sima NPC-k elleni harcoknál. Szóval az a lényeg, hogy ugye, mivel ez ilyen lassú játék és tényleg egy nehéz játék, és simán lehet amúgy rámondani, hogy nem lesz az, hogy tényleg pillanatok alatt te most nem tudom hányas szintű leszel. Hát én nem tudom, ilyen 10 óra alatt lettem 10-es szintű a másik karakteremmel. Ez egy példa volt. De az a lényeg, hogy nagyon nehezen fejlődt. És... Nagyon nehezen fejlődt, de ezáltal kitapasztalod a karakteredet, olyan, hogyha tanulsz meg egy új skillt, azt meg, van időt megtanulni, használni, és így olyan taktikákat tud kitalálni, amik hatásosak lesznek. Ugye persze, mivel már nagyon régi ugye a WoW, nem tudom, hogy hány éve, ugye persze már vannak rengeteg ilyen előre kitalált. De én ugye úgy játszok, hiába játszok már ugye 500 milliószor mondjuk per karakterrel. Én mindig szeretek így, ugyanígy bóklászni, meg elmenni, bányászni, meg baromságok. Tehát ez majd úgyis kiderül a streambe is. És az a lényeg, hogy ugye megtanulsz egy új ugye itt az elején nagyon gyorsan fejlődik az ember, de utána már eléggé belfog lassú. Oké, itt már mehetünk is. Most vagyok 4-es szintű itt, ami annyit jelent, hogy most 20 perc alatt értem el a 4-es szintet, utána nagyon be fog lassulni
a szintlépés, mint olyan. De mint mondtam, tényleg azért, mert rengeteget szoktam bóklászni, vagy ládákat keresve. Ugye vannak benne ilyen jó kis ládikók, ami random lootok vannak, vagy érceket keresve. Na, hogy visszatérve arra, hogy ugye vannak ilyen előre betanult ilyen buildek, meg hogy mit hova, melyik skillfára, ugye majd 10-es szinten megnyílik a talentfa. Ugye oda lehet letenni ilyen képességpontokat, és ugye sokan azt csinálják, hogy egy előre letárolt, a neten megtalálható, hogy na most te tank vagy, meg itt van egy kezes kard, meg pajzsa vagy, akkor ezeket a skilleket érdemes a talentfán benyomni. Na, én ilyen is tudom használni, mert szerintem az olyan, mint hogyha nem tudom, játszanék a Witcherrel, és olvasnám a végigjátszást, és úgy játszanék. Annak mi értelme van? Semmi. Well met. Ha én inkább így magamtól kitapasztalom, és így teljesen igazából egy saját karakter lesz. Mi a Blue Fox, ide talált Blue Fox is. Na, majd az összes nézőt át kell hozni. I buy and trade. Light bless you. Berakjuk cipőt. Belül. Need help? Eladjuk. For the Alliance. Venni még a... Kaptuk a Blessing of Might-ot. Nem maradt. Hát még annyira sok mindenről nem. Bemelegítjük a dolgokat. De most már Streamlabs-ről megyünk, szóval most már valaki feliratkozik. Donétel, elvileg a Stream App, vagy a Stream Tippen belül elvileg valahol megtaláljátok a linkjét, valahol itt a csatorna leírásnál, hogy van. Hogyha már valaki támogat, vagy valaki feliratkozik, akkor mutatni is fogja. Szépen sikerült belőni. Oké, most megyünk hozzá. Találjuk a küldiket szépen. De igen, ez amúgy tényleg egy nagyon lassúnak mondható dolog. De viszont minden egyes skill a számít benne. Főleg, hogyha ilyen boss harcoknál van a dolog, akkor tényleg rengeteget számít. Az egész taktika, meg ilyesmi. Hát ez egy régi, tényleg egy RPG-ben. Ugye itt vannak jobb oldalt fönn ezek a buff skillek, ugye ezek az ilyen áldások, meg ilyesmi rajtam vannak. Ezeket vagy én rakok, vagy én rakom a saját magamra, vagy a másik karakterre is tudsz tenni. Ugye régen például egy kicsit nosztalgia, aztán ugye válaszolok Blue Foxnak is, hogy régen például úgy volt, hogy ugye mit tudom én, a mágusok azok ilyen portálokat nyitnak. És akkor az a lényeg, hogy ilyen teleportok. Pontosabban, hogy mit tudom én, valamelyik városban. És lényegében azt aranyér adták el. Szóval az volt, hogy keresték a mágusokat, az emberek, és fizettek kőkemény aranyakat, és viszont egy portált nekik. Hát persze a mágusok azok nem bérszemet kaptak is, ugye olyan pénzforrás csináltak ebből, hogy hihetetlen. Ugye nagy szint volt a teleport varázslat, meg ugye nagy volt a cooldown rajta, szóval hogy elnyomta és mit tudom, fél óra keresztül után nem tudhatott egy új teleportot, ezt mondtam valamit. De ugyanígy volt például a Paladinnak, ez a az elején van ez a Blessing of Might, ugye ez a erőnek a áldása, az ugye bárkire rá tudom nyomni, és a támadási ereje megnő 20-tal 10 percen keresztül. És akkor itt van például ez a másik, ez a Power Word Fortitude, egy ilyen erősítő, gyorsító varázslat, ezt egy mágus nyomta rám, amivel a staminám növelődött 3-mal. Ugye az itt meg lehet nézni, hogy
mibe nyilvánul meg például a stamina. A stamina az kérlek szépen megnöveli 100-dal az erőmet. Vagyis a HP-mat, ugye az energiát. És akkor így adódik összenyégébe egész. Nagyon jó kis kombinációk van. Hogyhogy nem YouTube-on vagy. Azért nem YouTube-on vagyok, mert ugye elkezdett idegesíteni vagy zavarni. Ugye próbáltam én, de majd csinálok egy teszt dolgot, hogy viszonyításképpen, hogy ugye eredetileg YouTube-ra terveztem ezt a live-ot csinálni, és ugye próbáltam is, ugye mindig megpróbálok próbát csinálni, ezt jól megakadtam. És az a lényeg, hogy ugye csináltam próbafelvételt, ugye ilyen privát részbe tettem ugye a videót, és ugye visszanéztem, és a WoW, ez a World of Warcraft, ugye, aminek nincs nulla gépigénye van kb. Ez olyan szemcsés volt, annyira kockás volt, hogy amikor esett így az eső, szó szerint az egész kép egy nagy kocka halmaz volt, és nem lehetett kivenni semmit. Tök mindegy, milyen bitrátát állítottam, stb. És akkor elkezdtem, hát erre egy jó pár órám elment, utána nézni, még az OBS-nek a hivatalos Discord szerverén az egyik fejlesztővel sikerült kontaktba lépnem, és azt mondta, még meg is állok, és azt mondta, hogy a YouTube az, mert ugye elküldtem az OBS-nek a beállítási dolgait, ugye 9000-es bitrátával, streamelek például most is, és a 9000-es bitráta az azt írta, hogy az kevés a YouTube-nak, oda körülbelül háromszorosa kell, ha már, viszont ugye a Twitch-nek meg ugyanazért a minőségére egy ilyen 8000-es bitráta el. És akkor, mert hogy nem tudom mi, nagy adatforgalom van ott, vagy azon. És hát ezért gondoltam, hogy akkor itt megpróbálom, és itt is azért, ha full HD-ban nézi az ember, akkor nem tudom, nem annyira tökéletes, tűéles, hogy de majd teszek egy ugyanolyan beállítással, csinálok oda egy kis stream részletet, össze lehet hasonlítani, hogy mennyivel rosszabb a YouTube-nak a képminősége, és mennyivel rontja le, és mennyivel nehezíti meg az egész. Ezért gondoltam, hogy akkor itt. Ebből a játékból muszáj egy sorozatot csinálni. Hát igen, amúgy én is tervezem. Mondom, hogyha valaki ilyen RT, ilyen komolyabb RT, szóval nem az, hogy izé per oda fingik, meg ilyesmi. Most volt valami történt. Yeah, Endiver! Működik akkor a tudsz, köszi Endiver! De hangos volt, hogy megijedtem. Már egy picit lehalk. Ilyes kettődik továbbra is. Helyes csapad neki. Majd én is leszedem valamelyik nap, mert ugye most kodot azt kukáztam. Így most van helyem. Kíváncsi vagyok rá. Szóval amúgy, hogy visszatérve, hogy ebből valószínű, hogy lesz egy sorozat, úgymond. Ha valaki szeretne esetleg velem játszani, akkor ilyen sima partiban nem biztos, hogy benne vagyok, vagy nem tudom, nem mondok előre semmit, hogy mi lesz, de annyit szerintem így előre láthatólag mondhatok, valahogy ilyen RP-k, akik komolyabban szeretnének RP-zni, alias hardcore RP-t akarnak játszani, abba viszont benne vagyok. Ugye, hogy miből áll az? Egy az, hogy vissza lehet nézni egy-két GTA RP-s videómat, hogy ugye én ott ugye irkálós szerveren játszottam legfőképpen. Nem ilyen, hogy nem az van, hogy voice-oson én most elkezdem mondani, hogy törlöm le a homlokomat, meg ilyenek, hanem az, hogy beírom, hogy per pi, fog, kivesz a zsebéből egy akármit, és megtörli vele a homlokát. Akkor per do, nem izzott a homloka. És hogy itt is egy ugyanilyet, egy lassabb, sokkal olyan, mint egy régi asztali szerepjel.
képzeljünk. Hopp, ez már oda basz. Ez már oda basz, és akkor ugye kis RPG-s rész. És ugye itt van most, hogy a bal kettő ablak, ami most megnyílt, ugye ott van a Militia Hammer, az van nálam. Ott van, hogy 3-tól 6-ig sebez. És ott van, hogy mennyi időközönként üt egyet, ugye? És az a lényeg, hogy kettőt sebez másodpercenként. És ott van, hogy 2,3 a speedje. Ugye a klub, ami nálam volt, az ugye rosszabb, mert az fele ennyit sebez. Na és akkor így kell elképzelni lényegében az RPG nagyon pici dolgokba is fontos a változás. Hogy mondjam. Mindig nyomni kell. És ugye rengeteg fajta ugye a tolvaj, ez teljesen másokat tud. A várlok, az is másokat tud. Ugye annyi, hogyha esetleg majd velem akartuk RPG-zni, akkor az Alliance oldalon. Azon kívül bármi lehettek. Csak ne ilyen direkt troll. Bálint 8-nak is köszönöm a követést. How are you? Teket itt eladjuk. Már szedem le a bubot, csak újra kellett tenni. Oké. Militia Hammer, igen. Ha Google-in nézlek, akkor akad a stream és más a hang. Lehet, hogy más nézel akkor, nem? Lehet. Baj is kellett. Nem is ide kell eljönni, de nem baj, meg mi. What can I do for you? Nem, úgyis kevés a pénzünk, most nem tudnak megtanulni. Ez az többen leszünk. Ja, jó is ez. A 11-en mondjuk, aztán 8-ról indultunk itt, jó. Jó is ez, jó is ez. Hát ugye itt úgy vannak amúgy megcsinálva, ahogy néztem, hogy vannak ilyen achievementek a streamereknek, és hogy mit tudom én, most úgy van, azt hiszem, hogy hogy 50 embernek kell követnie, meg nem tudom, 7 embernek kell állandóan így a streamen csetelnie, és akkor lépek szintet, vagy micsoda. Akkor ilyen érdekelt szintbe lépek. Vagy valami ilyesmi. És az a lényeg, hogyha 75 ember fog így a cseten, 75 különböző ember fog így feltűnni, ami hát szerintem kurva messze van, akkor már viszont ilyen partner programba be tudnák kerülni, vagy ilyesmi. Vagyis hát akkor még több. A stream is lehetne, mondjuk napközben is. Uvu. Enziber fejezemét itt tartja azért a Fantasy Star Online 2 közben. Milyen volt a live koncert? De hogyan streamelsz Twitch-en? Hogy érted? Közben leszüreteljük a dolgokat. Segítünk, mert ugye itt a banditák el árasztották itt a dolgokat. Mindig amikor elkezdek játszani a WoW-val, akkor jön. Szeretem a játékot. Nem vettem meg a Prime-ot. Sima. El a Natur. Ügyesen össze lehet, mert ugye a Streamlabs-en belül nem lehet. Csak Prime-mal össze kapcsolni a Streamlabs-et. Twitch-el. Meg is van. És akkor most kell elvinni. Elmennék ennek a bandita vezérnek a fejét kell elvinni. Hanem ugye a stream, most nem fog eszembe jutni a neve. A Streamlabs-nek van egy ilyen dashboardja, ami elérhető mi a fenéből, böngészőből, és akkor ott pont össze lehet kapcsolni, úgyhogy nem veszel Prime-ot. És egyébként ugye ez a játék, hogyha valaki így kicsit körültekintő, vagy esetleg olvasta is ugye a történeteket, ami benne van,
ugye, mert laikusként tényleg ugye, hogyha ránéz az ember, akkor akár egy ilyen League of Legend is ugye eszébe juthat, mert hát, hogy nyuszik ugrálnak itt, meg stb. De ugye például hát most a, ennek az embernek, akit most megöltünk, ugye ezeknek a banditáknak, a vezetőjeknek a fejét, hát az, ez a küldetés tárgy, hogy lényegében levágjuk, és ezt visszük oda ilyen bizonyítékként, hogy megöltük az emberkét. Plusz ugye vannak a tényleg a koboldoknak, azt mindjárt megmutatom. Van egy pár ilyen amúgy. Például a koboldoknak vannak ilyen szép kis sátraik. Most nem tudom, hogy van aki, valamelyetök megnézte már, hogy a sátornak a szövet része az miből van. Mindjárt oda futok, és mindjárt megmutatom. A sátornak egy része, mivel ugye, hát a koboldok azok ilyen egyszerűek, ilyen gyűjtögető, nem nagyon empatikus lények. Hogy kell még egyszer? Mármint mit? Streamlabsnek van egy dashboardja. Na, itt van a kis goblinok, a fején van a gyertya, ugye úgy izé, stb. Itt van a kis ilyen sátruk, és akkor nézzétek csak. A képet látjátok? Tudom, mennyire kivehető. Hát mi van ott? Hát csak nem egy ember arcnak a bőre van oda kifeszítve. Ja, hogy ezek olyan rendesek, ezek a kis koboltkák, hogy a sátruk azok mindenféle bőrökből van összevarva. Így emberi bőr. Ugye sok ilyen részleg van, rész van a játékban, csak a kinézete tűnik úgymond a gyerekes dolognak, de itt azért elég durva. De egyébként ilyen történeti meg küldetésbeli dolgok is úgy vannak, hopp, most rám nyomott egyet. Hopp. Most rám nyomott egyet a mágus, hogy az intellektem megnőtt. Ami ugye annyit jelent, hogy az intellekt ugye a varázslathoz kell. Ott is van, hogy megnövekedett a manám és a varázslatomnak az ereje is. És hát ugye nekem az azért jó, mert ugye én egy paplovag vagyok, mint olyan. És hát ugye én tudok így varázsolgatni, hogy jól jött. Én meg ugye visszaáldottam egy májtal. Elhoztuk a fejét a csávónak. Egy ilyen melkos level 5. Nagyon jó. Megyünk még ide bentre, és a level 5-ös nem küldiket, hanem a skilleket ki tegyük. De amúgy nem szükséges egyébként a Blue Fox, nem szükséges hozzá a ami a fene, hogy ott összekapcsolod, anélkül is te streamelni, szóval hogyha nem ad level 5-ös idén. Level 6-oson. Adja majd a Holy Light-ot és a Divine Protection. Itt be is kapcsol, hagyom. Csinálj szépen tutoriált, hogy kell, mert amilyen játék vagyok, ötlen. Hát, figyelj. Valaki biztos csinált, én biztos nem fogok róla. Én ma, nem tudom, 4 órát szenvedtem az egészen. Abból nem fogok tutoriált csinálni, az túl. Ja igen, ide föl kell vinni, mert ugye most leszüreteltünk. De föl kell hoznunk a leszüretelt dolgokat. Ugye itt ilyen levélben, hogy ugye a szüreti dolgok azok megvannak. Odaadjuk a csávónak. Hát egyelőre csak ilyen izét ad. Vagy hát az övet választjuk, mert az övből nincs rajtunk. Ez is plusz 38 armort ad.
És ugye ez a World of Warcraft ez még nem olyan, mint a Guild Wars 2, olyan tekintetben, sok minden. De olyan tekintetben, hogy itt nagyon fontos az, hogy milyen kasztal vagy. Mit értek én ez alatt? Én most ugye egy paladin lettem. Egy emberi paladin, és mehetünk tovább. Egy emberi paladin lettem. Ami ugye, amíg itt vannak ilyen jó kis addonok. Az instanszokról. Hát igazából nincs csak instansz amúgy. Ezek ugye a dungeonök. Bán ennyi. Ez ugye egy olyan, ez az Atlas nevezetű addon, ami a Taurinak a launcheréből elérhető. Ez egy olyan kis addon, ami az összes instához ilyen térképet és ilyen leírást biztosít, hogy hol vannak a bosszok, stb. Hogy például én paladin vagyok, ez háromféleképpen tudott te fejleszteni. Lehetsz vele ugye healer, mert ugye egy ilyen szent lovagról van szó, úgymond. Lehetsz vele healer, lehetsz vele DPS, az ugye ilyen damage dealer, ugye hogy két kezes karddal mész is, akkor ilyen nagyon nagyokat ütsz az ellenfélre. Vagy ugye tank, ami ugye annyit jelent, mint amilyen én vagyok, hogy nagy nehéz páncélzatba, egy kard és egy pajzs, vagy egy kalapács is egy pajzs, vagy ki hogyan tetszik. Az a lényeg, hogy nagyon sok armorod legyen, minél több, és a tank az abban nyilvánul meg, hogy lesznek olyan képességei, amikkel úgymond magára haragítja az ellenfeleket. Ami úgy fog kinézni, hogy mondjuk mögöttem lesz egy íjász, mögöttem lesz egy varázsló, meg egy nem tudom mi, és akkor én, hogyha mondjuk a varázsló rálő egy ilyen nagyon nagy varázslatot a szörnyre, ugye akkor a szörny az rá fog támadni, minél nagyobbat sebeznek rá, ugye az felbőszítés arra támad, és én tudok olyan dolgokat becsapni, amivel utána én magamra haragítom vissza, hogy engem is jön inkább. Nagyon jó kis csapat taktikák lehetnek. Szóval ezzel a játékkal, hogyha még nem játszott az ember, akkor azért, vagy nem játszott hasonlókkal, akkor ez a fajta szerver azért az elég nehéz lesz. Mert nem könnyű a játék. Hát itt mindegy, melyiket veszem, mert egyikre sem lesz még szükség. És ugye elértünk ebbe a kis helybe, itt minden egyes küldetést érdemes felszedni, mert aztán hoppon marad az ember. Meg lehet tanulni a főzés képességet. Csak nincs hozzá pénzem. Hoppá. Úgyhogy majd pénzt kell gyűjtenem. Úgyhogy ezért kell majd gyűjtögetni dolgokat és ládákat keresgélni, mert arra se lesz pénzed, hogy a skilleket megtanuld, hogyha szintet lépsz. Most szereztünk egy jobb pajzsot. Jobb pajzsot szereztünk jobban. Nagyon jó. Azt mondja, hogy fölveszük őtől is a küldetést. Ugye egyébként ezek a küldetések oké, hogy ugye az van ott, hogy miket kell szerezni, meg stb. De amúgy rendesen tényleg megvannak a rendes történetbeli dolgok, hogy most nekünk miért kell oda menni, miért kell ezeket megcsinálni, stb. Ezek nem csak úgy vannak, hogy nincs története, mindegy, nem tudom mibe. Metin 2-be, vagy ilyesmibe, hanem itt tényleg egy elég komplex történet. De simán, hogyha beírjátok, hogy Warcraft vagy WoW történetek a YouTube-ba, akkor ott például régen, amikor még nem volt ennyire elszállva, a Nessai-tól például lehet jó kis történeti összefoglalókat találni a Warcraft-nak a történelméből. Támad. Hogyha nem játszottatok még ilyen klasszikusabb RPG-ben, akkor ez egy nagyon nagy
És akkor még inkább a sima Tauri szerveres babot ajánlom. Hogy azt töltsétek le. De itt milyen emótok vannak, ahogy nem is tudtam egyébként. Nem néztem meg. Van egy csomó ilyen bővítmény, meg nem tudom mi, amit itt be lehet rakni. Majd kitapasztaljuk. De amúgy egész jónak néz ki, mert tényleg egy ilyen sokkal rugalmasabbat néz ki ez a Twitch platform. Hát annyi ugye, hogy itt nem végtelen ideig maradnak meg a tartalmak. Tehát a rosszabb ott teszi meg, majd valahogy megcsinálom, hogy át exportálom őket mindig izére YouTube-ra. Azt láttam, hogy lehet. Akkor ott is megmaradnak ugye. Hopp, kettő megtámadott. Gyorsan még ki útolj. Gyorsan gyógyítunk egyet a Holy Light-tal. Na, az nehogy az a kettő az be fog támadni. Nem, jó. Azért egyszerre nagyon sokkal nem bírunk el. Ja, ide be is kell menni, mert itt van a Fargodipine. Hát akkor bemegyünk. Húha, azt sokan betámadtány. Ide bírja. De azt leverem, aztán segítek meg. Ő is egy paladin, úgyhogy tud magán gyógyítani. Természetesen én, hogyha tudok, mondjuk nem veszem el a saját figyelmemet azzal, hogy beszélek, akkor általában mindig senkire próbálok ilyen, aki nem paladin, nyomni egy olyan dolgot, vagy ilyen ezeket az áldásokat, ugye azért sokat számít. Ugye lesznek majd olyanok, amik ilyen fél órán keresztül adnak vagy erőt, vagy több dolgot is egyszerre. Ami azért egy pár kalandozónak azért segít. Arra nem emlékszek, hogy itt van-e láda. Eredett ládikó ebbe a bányába. Hát ugye meg a WoW volt még a az elsők között az MMORPG között is olyan, ami ugye valamilyen szinten itt tényleg össze volt rakva. Bár azért az első verziók azok ott nem így néztek ki bizony. Hogy ittunk egyet. Tehát ugye ez egy PvP szerver. Ami ugye annyit jelent, hogy hát open PvP van. Szóval itt lehetnek majd harcok. Öt néző, így tovább. Csak négyet, nekem négyet mutat ez a szutyuk, de köszi. Na, az meg három. Három ember, vagy három goblin, vagy kobold. Ez már lehet, hogy nekem is kemény lesz. Ugye, ha kiiktatok, akkor már jó vagyok. Még egy gyógyítás. Oké, egy megvan. Egy meghalt, úgyhogy már csak kettő van. Neked öt. Ja, most már nekem is. Nice. Hát akkor mindjárt meg lesz az a izé. Uha. Most meg fogok halni. Gyerünk! Jó, nem haltam meg. Ugye itt úgy van, hogy ahogy látjátok, ugye ahogy itt a számok mennek fölfele,
ugye rendesen ilyenkor olyan, mint egy... Hogyha játszottatok, vagy láttatok ilyen asztali szerepjátékot, vagy esetleg játszottatok kalandjáték kockázat nevezetű könyvekkel. Hú, és levertem ezt a hármat. Hogy ugye lényegében olyan, mint hogy kockákat dobálnánk el egyfolytában. És mondjuk, hogy én dobok egy támadást, ahhoz hozzáadódik az adott fegyőrem sebzése, plusz az agility-m, és akkor az ő armor ratingje, hogy milyen az armorja, és a mit tudom én melyik értéke, talán a strength-je, vagy nem tudom melyik hozzáadódik, és akkor hogyha ha olyan van, hogy mondjuk az én támadásom kisebb, mint az ő nem tudom milyen összege, akkor ugye miss, ugye mellé jutott, akkor nem állom el. Szóval ezt így kell elképzelni, csak ugye ezeket nem így. Fat loot, igen. Nem, egy ilyen ládikot kéne találni, de majd találunk a bányában. Amíg gold dust kell. Segítünk a csávónak, mert szerintem ez egy szenved. Akkor ráment, vagy hány ment rá? Négy ment rá. Igen, itt kell tudni még a Tauriról, hogy mondjuk most ugye este már nem annyira aktív, látom. De ugye sok magyar van rajta. És hát ugye eléggé szeretnek trollkodni, de viszont képesek. Hogyha nem úgy van, hogy beléjük állsz, meg nem tudom mi, hanem kicsit megpróbált kicsikarni belőlük azt, hogy ők képesek azért normálisan cselekedni is. És ezt valahogy eléred, akkor a múltkor én egy órán keresztül olyan normálisan el tudtam beszélgetni az egész magyar csettel. Ahogy nem az volt, hogy izé... Ja, a szájba baszom az anyádat, meg ilyesmi, hanem tényleg egy rendes beszélgetés. Oké, akkor... Ja, még nem mehetünk így. Fogunk egy májt a csávónak. Hogy van rajta erősebb. Ja, valamikor nem tudunk rányomni egy gyengébb varázslatot, mint olyan, hogyha egy erősebb paladin rányomott egy ugyanilyen Blessing of Might-ot, ami mondjuk 40 attack power-t adott, akkor én nem tudom rányomni ugye a kisebb 20-as attack power-t adó Blessing of Might-omat. A lényegében nem tudom debuffolni. Szóval tényleg itt a régi Heroes of WoW-ba nagyon számított, hogy mit tudnak a karakterek, milyen képességeik vannak, mennyire tudják kombinálni más játékosokkal. Ugye az új World of Warcraft-ban meg már ott is így elkezdték elmosni a dolgokat, szóval most már mindegyik tud mindent csinálni. Nincs az, hogy most te vársz egy izéra, hogy most tényleg itt olyan skillek vannak, ott például el is tüntették ezeket a buffolós skilleket, mint olyan. Szóval ott nincs ott ilyen Blessing of Might, meg nem tudom, ott még valami King of Blessing, vagy nem is tudom milyen izék vannak még, amik majd jönnek. Azokat az új WoW-ból kivették, hogy egyszerűsítették, ott nagyon le van egyszerűsítve, ott nincs is ilyen talentrendszer, vagy 10-es szinten fog megnyílni. Szóval ott nem lesz az, hogy saját magadnak így elnyomod, és ilyen nagyon fontos, hogy mire nyomsz rá kis kép, hanem ott igazából ilyen tök mindegy, hogy mire nyomsz rá, úgyis fasza lesz, ha nekit leversz, mert egy könnyű játék le. Persze annak is megvan a szépsége, de mondom... nem. Nem akarok ilyeneket használni. Szerintem épp elegen vannak, akik telebasszák a képernyőket mindenféle csizsumával.
Azt szerintem a játékosok felét nem érdekli, hogy most van ott, hanem a játék érdekli magát. Hogy milyen. Mert most itt hogy néz neki, hogyha mondjuk egy ilyen skifis overlay-em lenne, hogy itt középpen ilyen buzi nagyban nem tudom mi lenne meg. Én egyelőre nem akarok ilyen. De mivel mondtam, elég sokat foglalkoztam ebben, úgyhogy nyilván tudom, hogy milyen overlay-ek vannak. Azért kösz. A Seal of Rejost. Richterousness, na azt hogyan kell kiejteni angolul. Richterousness. Richterousness. Oké, na mindegy, itt meg is vagyunk, akkor visszamehetünk. Nem, hagyjatok békén! Nem, ja, de várjatok, itt volt lenn láda kettő. Ezeket még leverjük, legalább fejlődünk. És hatosok leszünk. Tényleg az, hogy is van? Ja, egyszeres, még jó van. Hát ugye mindjárt bejönnek azok a küldetések, amikkel sokat kell mászkálni. Nagyon csak is itt nem voltak amúgy. Itt volt régen egy láda, szerintem most fölvették, úgyhogy sok a rippon ide. Nem baj, itt egy vizes dolog, úgyhogy ez meg ilyen vizes kulacs. Ugye ja, vannak itt olyanok, akik esetleg nem játszottak ilyenfajta játékkal. Ugye ja, vannak a potion jellegű dolgok, ezeket harc közben lehet meg. Ugye lesz ilyen mana potion, strength potion, mindenféle potion lesz. Ezeket harc közben meg lehet inni. Vannak akkor az ilyen refreshing spring water, meg mit tudom én, egy csomó ilyen kaják, amiket majd tudok főzni, hogy van. Azokat meg harc közben nem lehet, az harcon lehet ugye. Ugye ennek is régen volt értelme, sőt ugye ez is egyszerűsödött, mert régen úgy volt, hogy például, hogyha mondjuk te tényleg ilyen szakács irányba mentél el, akkor te mész, Blue Fox, ciao ciao, jó éjszakát. Hogyha te ilyen szakács irányba mentél el, ugye tábortüzet tudsz csinálni. Ebben a verzióban már úgy van megcsinálva, ugye, hogy nem kell hozzá semmi, bárhova rányomsz, lesz egy ilyen kis ikonja, és leteszi tábortüzet. Régen ahhoz fát kellett gyűjteni, és úgy lehetett csak lerakni. Meg régen mondjuk, hogyha nem tudom, hunter voltál, és... Hogyha hunter voltál, ugye annak vannak ilyen idomított állatai, ugye az állat harcol, tudsz neki parancsot adni, stb. És addig te lövöd nyíllal vagy puskával az ellenfelet. És ott például úgy volt, hogy régen etetni kellett, és ha nem etetted, akkor elhagyott az állat, meg ilyenek. És nem volt mindegy, hogy mivel eteted, hanem meg volt adva, hogy nem tudom, hogyha medvéd volt, akkor az ugye hústevet. Hogyha valami, mit tudom én, milyen állat volt, ilyen kis dinoszaurusz-szerűség, az lehet, hogy valami gomba-szerűség. Mondok valamit, és egyiknek meg volt adva, hogy mit eszik, és azokat kellett gyűjteni neki. Nagyon jó volt. De most is jó amúgy. Mennyi pénz? Ó, kaptunk 5 ezüstöt. Adunk a várloknak egy támadó dolgot. Gyorsan meg is tanuljuk egyébként a dolgokat majd, csak itt leadom ezt a küldeté. How are you? Have a good one. Fölveszük a másikat. Ja, és ugye, hogyha találkoztunk ilyen emberkével, innkeeperrel, akkor itt a make this in your home. Safe travels. Ugye ezzel lényegében az otthonunkát tesszük ezt. Itt van ez a Hearthstone. Ezzel ide tudunk bármikor teleportálni. Azt hiszem fél órás cooldown van rajta.
ami annyit jelent, hogy használod, és utána csak fél óra múlva, vagy egy óra múlva tudod használni. Fekete holló, te is kapsz egy ilyet. Hey there. Jó, és akkor megtanuljuk ugye az Apprentice Hawkingot, ami megtanultuk a tábortüzet, megtanultuk Hawkingot, mint olyan, és akkor itt van, ugye ezt út közben, ugye itt jönnek be azok a dolgok, amitől belassul a játék, de viszont érdemes fejleszteni, főleg ebbe a Witch King-es verzióba. És például a Cooking, ugye ez egy secondary profession, mint olyan, szóval nem egy fő. Itt valaki keres magyar szavakkal, operáló céhet keresek magáncélra. Már 2010-ben is a Taurin Breath of the Lich King-oztam jeligére. Ez de jó. Amúgy már tudnék jönni, már egy óra, már másfél órája leszett a gém. Hát jó, hát mondom, majd ha tudsz RP-zni, meg ilyesmi, akkor mondom, lehet róla szó. De az, hogy most így jöjjenek a nokedlik, meg nem tudom mi, aztán csak így legyenek körülöttem, azt se tudják, hogy mi a WoW, az úgy nem biztos ér a vezet. Mert a senkinek se jó, érted? Hogyha szépen izi RP-zel, meg nem tudom mi, akkor abban én benne vagyok. El-RP-zgetünk. Vagy egy ilyen lightosabb RP-be is benne vagyok. De majd mondom, alakul. Aki bekövetett. Lovai Betyár követett. Köszi a követést, hali-hali. Csapatjuk itt a... Ó, te vagy Attila. Na, akkor szépen átszivárgunk ide. Mind a talajvíz. Helyes. De most már live-ok nagy részében azok itt lesznek, mivel sokkal kevesebb bitrátával sokkal szebb kép. Alkotni. YouTube-ba. Itt nem is értek amúgy, hogy... Vagyis hát értek, mert lényegében szerintem most úgy le van... Úgy le van terhelve szerintem most a YouTube, meg egyébként. Hihetetlen, és szerintem azért kell oda olyan... Vagy nem tudom, fogalmam sincs. Az a nagy bit. Na, de visszatérve secondary profession, booking. Ugye megyünk, és ott van, hogy ki kell hozzá. Single Wolf Meat, Chunk of Bar Meat, Maleg. Ezeket kell gyűjtenünk, fejleszteni kell, hogy nőjön a skillje ennek. Hát itt a izé per mi, itt azok mennek, itt egyedül az működik. Hogy per mi-be fogunk izélni annyi, hogy ne az legyen, hogy jó, mondjuk itt a karakterem neve az, hogy Hexarius, de ne az legyen, hogy csá, Hexarius, mi a helyzet, tudod, mert akkor így nope. Hanem az, hogy legyen egy, találj ki egy karaktert, azért mondom, hogy jó lesz következő. Jössz. Találj ki egy karaktert, hogyha mit tudom én egy... nem tudom, hogy régen néztél a mondjuk Kirikurát, vagy ilyesmi, hogy mondjuk ahhoz hasonlót, hogyha van ott egy ilyen lobak karakter, vagy van ott egy tolvaj karakter, akkor annak próbálj egy minimális személyiséget adni. Nem kell túl bonyolítani, mert én sem fogok túl bonyolítani. Egy minimális személyiséget, hogy hogyan beszél emberekkel, hogy keveset beszél, vagy választékosan beszél, vagy egy bizonyos megszólítási stílust használ mindig, hogy itt tudom én valami egyedit találj ki, csak ilyesmi ötletelek így. Na de, visszatérve. Leadtam a küldit. Megyünk, és mivel van még 6 ezüstünk, rengeteg pénz. Szóval az egyik, amiért be fog lassulni, ez a cooking. De most már megyünk vadászni majd. A másik, meg el kell mennünk, ugye. Megtanuljuk, hát én ugye kovács leszek. Na, MTN RP-ztem annó. Az teljesen jó, mivel az text RP. Ugye nem ez a szöveges RP. Mivel szintén nincs bajom, csak ugye nehéz lenne implementálni. Én egy kovács leszek, alias ez lesz az egyik first profession, mint olyan.
De fegyvereket tudunk majd kovácsolni. És a másik... Tanuljuk a Holy Light. Kettes szintű, rang 2 lett a Holy Light. A másik meg ugye a mining lesz. Itt pont egy bányába kell majd elmennünk, úgyhogy azt csináljuk, hogy elmegyik Stormwindbe az emberek. És hát, kicsit félve, de kimondom, hogy az szövetségeseknek, az alisoknak a fővárosába, a Stormwindbe, becézve, ugye SV-be megyek szépen. De mondom, aki esetleg nem ismeri annyira a játékot, vagy érdekli esetleg, vagy ilyesmi, mondom, a beírjátok, hogy Warcraft történet, Warcraft történelem, inkább így, és akkor rá fogtok találni a dolgokra. Csak annyi, hogy szép sorban kell, ugye, mert már valamikor tényleg a Blizzard is keveri a történeti dolgokat, főleg az újabb részeknél, mert ugye behozták sajnos a Drenoros, Warlords of Drenor kiegészítővel ezt a, hogy visszamentek az időbe, meg megváltoztatták, meg nem tudom, és így nagyon megkeverték az egész történetet. Szerintem, csak nem csak szerintem, hanem sokak szerint nagyon hülyeség volt. És egy kicsit megkuszálták a dolgokat, de az alapok azok. Ezt azért leverjük. Ilyen izét dobott nekem. Hát jobb lesz az. Jobb lesz az, ami rajtam van. Na, hány már meg. Na menje. Menekül ugye kevés az energiája. Hopp. És ugye itt még úgy volt, mert ugye az új WoW-ban nem úgy volt, hogy egyelőre én csak ilyen kalapács és ütterszámokat tudok használni, mint fegyver. De például ugye baltát, azt nem tudok használni, tört, azt nem tudok használni, kardot nem tudok használni. És például kard használatot, vagyis a kard használat művészetét lényegében itt Stormwindbe lehet megtanulni egy emberkétől. És a fejsze használatot azt hiszem, hogy Ironforge-ba, ahova szintén el tudunk menni, és lehet, hogy el is megyünk, mert itt van egy nagyon érdekes hely. Ironforge-ról ugye annyit kell tudni, hogy a törpöknek a nagy fővárosa, ami egy hegybe van beleépítve. Itt vannak mindenféle hősök, és akkor ezek nem úgy van, hogy sima szobrok, meg akármi, és akkor a jó Isten tudja, hogy ki. Hanem szépen ide jössz, ide van írva, hogy Qudran Wildhammer, rányomsz jobbegérrel, és itt leírják. Ő egy ilyen Griffon hátos harcos volt lényegében. Commander of Vizé, Griffon Rider Division, stb. Ugye az összes nagyon akad a live nálam. Nálam? Nem. És hát én így visszanézem egyfolytában most már. Szerencsére visszatudom. Szerintem csak nálad akad. Azért köszi, hogy szóltam. Hogy vissza lehet nézni. Vagyis meg lehet nézni a... ezeknek a... szobroknak... kikről mintáztak. Ha Attila nem akad, ugye? Akad, és így akad... Jó, hogy akartad be ilyen. És hát ugye, mivel éjszaka van, ugye a játékban is úgy telik az idő, mint jobb oldalt fönn látjátok, 22-40 van valóság is. És hát a játékban is ilyenkor este van, szóval most, hogyha én este fogok egyfolytában streamálni, akkor a játékban egyfolytában este. Hát. Na, és itt van a főváros. Kicsiny. Települése. Itt vannak a emberkék, mindenki megáldunk. Állat. Van a Kolbász klán tagja. Az Abszt. Résznek is adunk mindenkit meg. Oké, és akkor... megáldottuk meg. Váldottuk. Akkor... ugye a bőség zavara, ugye a városban tényleg minden található.
Be is megyek ide, és azt hiszem pont itt lehet ugye megtanulni. Fegyverforgatást, így van, Weapon Master. Ugye, hogyha nem tudod, hogy hol van, vagy mit akarsz, vagy egy teljesen idegen helyre érsz, keresel egy helyi katonát, jobb egeret nyomsz rajta, és tőle meg tudod kérdezni, hogy mondja már meg, hogy hol van, mondjuk így a Weapon Master, de azt keresem, itt elmondja, hogy merre van, de térképen is mutatja egy ilyen piros, felkiáltó, jeles zászlócska. Szépen ide jövünk. Azt mondjuk neki, hogy tanítsál ma, ja, hogy ilyen drága. Na és például ezért kell majd dolgokat keresni, megkereskedni velük, mert nem tudom kitanulni, mert kevés a pénzem van. De viszont itt van egy pár dolog, amit el tudok adni. Ezeket súgy eladom. Jól emlékszek, akkor ott Toll of Protection-t megtartjuk. Almát is megtartjuk. Egyelőre ez az egy bagunk van, de ugye ezt lehet majd találni is meg. Ugye azt valaki craftol, a Leatherworker lehet majd venni. Megnézzük itt aukciós házba, de szerintem itt nem tudok benézni. De betudok. Azt mondja, hogy hol is van a konténer bagot keresünk. Szép árakban vannak. Jó drágák. Oké. Hát bagot most nem fog. Aranyárba mérik a zsákokat, ugye? Ugye például ez is teljesen jó működő dolog, hogyha te egy hunter vagy, akkor kitanulod a skinninget és a leatherworkinget, ami ugye annyit tesz. De elmenjünk azért? Á, nem megyünk el Ironforge-ba. Ami annyit tesz, hogy ugye meg tudod nyúzni a szörnyeket. Elixir of Strength, ez egész jó. Beleadtuk ugye a küldetést. Batyumester, ott van Batyumester. Esznek amúgy jó neve. Hogy tényleg akad a live? Itt van, írja már be, legyen szíves, hogy akad a live. Ha akad, akkor annyit, hogy akad. Leellenőrizzem? Azt hiszem, ellenőrzés valahogy? De hát azt nézem vissza. Tehát live-on megy egyfolytában a secondary monitor. Mármint akadás nincs, ugye? Nem úgy, hogy semmi, tudod, hogy így sötét a kép, meg nincs hang. Csak ilyen szakadozva. Oké, amúgy köszi. Mindig csapatod egyébként a gémet, Enzi. Hopp, valami történik. Attilának is köszönjük, Attila. De várjál, nem te vagy lovai betyán? Na most jó. Na. És így fogjuk felduzzasztani 50-es követőre a... Fürdőröt ki kell parlom. Igen, ennyi. És akkor mi most, ugye nem erre megyünk, hanem erre orientálódunk. Nem baj, így hamar meg lesz az 50 követő. Csak majd valahogy gyorsan be kell azt izélni, hogy egyszerre 7 accountról nézzenek, és akkor meg van 7 accountbat. De nem áll, hogy az miatt csináltál te. Mert azt lehet, hogy amúgy látja a YouTube. Csak hát az nem jó. Ne basszuk át a rendszer. Itt van Hohenstaufen.
de nem hülyeskedjük el a dolgokat. A Strength Xyr ez jó. Egy órán keresztül, bazeg. Azonnal betesszük oda rész esetére. Ja, és akkor van fishing trainer, igen. Lehet halászni. Egy ezüst bekerül, és egy 95 rész bekerül. Itt tanuljuk, ugye ezek mind ilyen secondary dolgok, szóval ezek jöhetnek. A fő ilyen professionökből lehet csak kettő, és ugye azok mindig párba vannak, szóval például ugye a blacksmithing, ugye a kovácsolás és a bányászat az egy, mert ugye kibányászod az ércet, és abból tudsz fegyvert csinálni, vagy páncért. A leatherwork, a tailoring, a ruhaszövő, az meg ugye a másik. Majd kell venni valahol Skinning trainer. Látjátok, így egy helyen vannak. Ugye a leatherworkinghez kell a skinning trainer. Ugye megnyúlsz az állatot és abból csinálsz a párkat. Youtube-on lesz még live? Fogalmam sincs. Oda inkább a videókat fogom szerintem erőltetni. Mert megelégeltem a Youtube-nak a... Mondom, föl fogok tenni, nem felejtem el holnapra, egy összehasonlítás dolgot, egy dolog miatt, igazából nem fogom megvágni meg ilyesmi. Simán Naturba ugyanezzel a beállítással fel fogom rakni Youtube-ra, hogy ezzel a beállítással Youtube-on milyen képminőség van World of Warcraft-nak. Van láda? Nincs láda. Mondom, ezért ezeket öljük, mert ezekből jó a hús. De itt van ugye a horgászat. Szóval elképesztő izé. Ilyen stingy meatből lehet ugye. Lehet ugye megsütni ezeket a dolgokat. Kell keresni. Ja, de ez az, hogy... Az meg nem tudom mennyibe kerülhet a... Én visszamegyek. Nem érdekel. Visszamegyek, el kell mennem a... Kitanulni a bányászatot. Elfelejtett. Visszamegyek a városba, és el kell menni a... Törpöknek a részlegébe. Vagyis hát körzetébe. Mert ugye ők a nagy bányászok. És... Az egyik törpől meg kell tanulnom a bányászatot, mert itt útközben úgyis bányák fele megyek, meg ilyen köves utakon. Ha kitanulom a bányászatot, akkor kapok egy olyan képességet, ha jól emlékszem, hogy látni fogom a mini térképen legalábbis, bizonyos körben, hogyha ércek vannak közelben, amit ki tudok bányászni. Mert hát ugye abból lesz a jó kis fegyverek. Szinte meghaltam. Miért haltam? Mi történt? Mi történt, Attila? Ennek a fertőzött izének a húsát lehet venni? Nem. Oké. Okay. Megyünk szépen tovább. Apum el akart adni a 95-ös Merci 16 éves Ken, és én kezdtem, de nem. De nem adja el meg így. Na. Akkor happy end. Happy end. Hát ez a... Keresen itt be. Szépen valamerre megy vissza. Forja.
futunk szépen visszafele. Ja, úgyhogy YouTube-on az nagyon... Nem tudom. Majd persze próbálgatom meg ilyesmi, de hogyha tényleg az összes játéknál olyan képmérésüket volt, akkor minek? Tényleg amúgy szemmel le, mert most se... Ott ilyen... ezen a részen próbálkoztam ugyanígy esőbe, és teljesen az egész képernyő egy nagy kocka halmaz volt. Ez a durva. Meg el kell mennem keresni egy állítom boxot. Fogspam. Láttad a videó? És akkor azért megkérdezik, hogy erre van. Azt mondja, mit akarok? Én profession trainer. Mining. Go with honor, friend. Yeah. És a mailboxot gyorsan meg. Bebágolt nekem az emberem? Várjátok egy pillanatot gyorsan. Kibelépünk. Ja, ugye itt senki... Oké. Ugye itt a levelekben az volt ugye, hogy senkinek ne higgyünk, hogyha ide jön a játékba és azt mondja, hogy fejlesztünk, ilyesmi. Ugye a Tauri... Vizének a tagja, és hogy adja meg a nem tudom mit, semmit nem fog megadni semmi, senki. Szépen jövünk. Ugye itt volt a... Körzetekre van osztva esetleg, aki nem ismerné. Elég sok mindent lehet amúgy ebbe a városba csinálni, de most egyelőre csak a bányászatot tanuljuk meg. Olyan. Tudtam adni neki. Ja, meg itt valahogy úgy van, hogyha elérjük a... Nem tudom, az 50 felirat, vagy követőt, így feliratkozott fogok amúgy mondani. Akkor... akkor új ilyen emojik lesznek talán, vagy nem tudom. VIP rangot lehet adni. Meg ilyenek. Annyira nem néztem át, csak meg is lepődtem. Hogy itt vannak ilyen achievementek lényegi. És akkor azt hiszem igen, itt lesz az emeleten. Mining trainer. Ó, ez még. Ki tudjuk tanulni. Akkor bennem kell ugye csákányt. Megsütjük. Hát kéne izé, az az igazság. Kéne még bug. Bug. Egyébként, hogyha még nem, itt is van egy Weapon Trainer, de azt hiszem őtőle is csak a... Lehet, hogy ők a izékot... Lehet, hogy csak a törpök tudnak tanulni. De nem, hát a törpök azok tudnak alapból balnál. Gnómok. Tipikus. De akkor megmutatom. Nem láttátok volna. Van egy ilyen föld alatti metró állomás. Ugye a törpök és a gnómok, főleg a gnómok segítségben lejárt a tej. Nem jó. Akkor az már tej van. Föld alatti metró állomás, szépen itt le lehet ülni. Amúgy ebbe is vannak, hogy per, tudom. Hogy is van. Per lauk, akkor így nevet egyet. Per,
itt, akkor így leül, per, mit tudom én, per speed, ugye, hogyha köpni akarok egyet, akkor leköpök a izé földre, mert ha valakire ránézek, akkor hopp, oda megérkezett a metró. Kurva büdös a te. Hadd érjem el! Ez az. És ezzel lényegében ugye a tenger alatt, és hát egy tó alatt megyünk át pontosan. Ha jól emlékszek, ja, meglátjátok belső nézetből. Most ugye átmegyünk szépen Iron Forge-ba, vagyis a törpöknek vagy törpéknek a főhadi szállására. Látszik a tengernek az alja. Hát akkor van itt mindenféle izé, nem emoji. És amúgy nektek itt hogy tetszik a Twitch, hogy itt vagyunk? Szerintetek milyen? Meg is érkeztünk a másik részre. Hopp, itt áttérek. Nem jön a vonat. Oké. Okay. És szépen itt is vagyunk Iron Forge-nak. Gyorsan csinálunk egy körutat. És hát így lehet el csapni ugye. 6-os szintű vagyok még, és akkor most tanultam meg csak a miningot és a blacksmithing. Jó itt akkor? Az a lényeg. Ami nekem is jobban tetszik. Amint maga az egész Twitch-es ilyen közvetítés kezelő, vagy nem tudom. Ugye itt szépen le van bontva, középen látom egyfolytában izét. A streamet, bal oldalt fent ugye a izét, a kik követtek, hogyha esetleg elfelejteném, vagy nem lennék itt tünet alatt valaki bekövetett, és... What can I do for you? És bal oldalt lenn ugye a chatet, fönn meg ugye, hogy mióta megy a stream, hányan néznek, hányan tekintettek meg, 2860 nem tekintettek meg, de mit? Hát nincs is semmi tartalom. Meg 13 követő van, meg a bit sebességnek egy ilyen. Van Iron Forge, ugye hát a törpök azok... Ugye a törpöknek az alap története... Hát itt Dióhéjban. Ugye hát őket, még a titánok idején... Titánok ilyen hatalmas... Még ilyen istenszerűségek voltak, ilyen kőből gyúrták ki őket, és ugye rengeteg ideig ők nem is jöttek ki, csak bányáztak, nem is mentek a felszínre, csak ilyen belső építési dolgaik voltak, ilyen hegyekbe és ilyenekbe éltek, és egy idő után jöttek, szóval aránylag ilyen friss fajnak mondható, úgy értve, hogy ugye a többiekhez képest, hogy ugye felbukkanás figyelembe véve, szóval hogy az emberek meg az elfek, ezek felszínen, de később jöttek csak elő a törpök. És hát ők ugye a fém meg a minden, sőt ezt meg is mutatom, valaki nem ismerné. Tehát ugye fiatalok azok lehet, hogy nem ismerik. Az idősek azért meg csak-csak. Megmutatom ennek a nagy városnak a közepén van egy ilyen óriás, hát egy óriás kohónak lehet mondani. Ugye a törpök azok szeretik az olvat vasat. Lényegében az olvat fémvas, azonnal föntről, középről olvasszák és dolgozzák meg itt az egészet. Gyert jövök, oké. Okay. Itt kovácsolnak, mint az állat. Amit egyébként mi is megtudunk.
De például itt, hogyha valaki mondjuk erről a Keymaster-es emberkéről jutott eszembe, ha valaki itt egy dugó, vagyis egy tolvaj, akkor az tud olyan ládákat kinyitni, amik mondjuk a tárba vannak és azt más nem. Ahhoz kell neki tolvajkulcs, ha jól emlékszem. Mondjuk ezért jó tolvajokkal is jóba lenni, mert hogyha együtt kalandoztok, akkor a tolvaj az megtisztítod segítségével az utat, és ő meg kinyitja. És itt például a könyvtárba itt lehet olvasgatni. Vannak ilyen több oldalas kis történetek bizonyos dolgokból. Például van egy 18 oldalas kis könyv. Trolloknak a háborújáról. Egyébként több helyen található így könyv. Ezekben találhatóak meg a holdbéli események, mint olyan. Szóval, ja. Ezzel mit lehetett beszélni? You got my attention. Sok mindent nem. A legtöbb ilyen dolgot a küldetésekből és ilyen könyvekből lehet megtanulni. Hát ugye, hogyha így ide jössz, érdekel, hogy ez micsoda, akkor itt van írva. Ugyanúgy, ahogy szobroknál általában mindegyiknél le van írva, hol és akkor található. Oké. Okay. És akkor szerintem mi visszamegyünk, mert ugye megtanultuk a bányászatot. Van. Olvasztás dolgot. Most, hogy benyomtuk, ugye most már látjuk közelben lévő érz lelő helyeket. Itt van az olvasztással kapcsolatos dolog, ugye kibányásszuk az ércet, megolvasszuk, megdolgozzuk és abból felépítünk dolgokat. Található egy gnóm. Ezek annyira nem szimpatikusok, de például rám nyomott egy intellektes dolgot, úgyhogy... Ilyen varázs patkányaik vannak, ahogy látom. Don't have it. Azt hiszem most azt kérdezte, hogy ugye nincsen wisdom cuccom, hát ugye az még nincsen. Jól értettem, hogy don't have wisdom yet, hogy még nincs wisdomom. Neki még... neki wisdom kéne. Egyelőre csak might-ot tudok adni. Neki lehet, hogy itt valamelyik a képessége, izé, wisdomra lenne lecserélve. Az is lehet. És akkor visszatértünk szépen. Ja, hát és ugye nem tudom, hogy... Hunterek vannak. Valahol volt egy kocsma, vagy bemegyünk egy kocsmába. Ezeket megbuffol, azt hiszem itt van. Ma. Mert amúgy ugye be lehet szépen csicsenteni. Kocsma, csak nincs kocsmáros. Ami nem csak az lesz, hogy... Nem csak az lesz, hogy... Nem kell neki a mind? Ez volt az. Nem csak az lesz, hogy... Meg is köszön.
Na, csak hogy végigmondjam, nem csak az lesz, hogy ugye nem tudom, iszol sokat, ugye attól függ, hogy milyen piát, mert ugye vannak gyenge piák, vannak erős piák, hanem felöntesz a karatra, elkezd szédőlni a karaktered, meg így homályosan lát, de plusz, hogyha bebaszol, és írsz a játékon belül, egy Gnome Warrior, írsz játékon belül, akkor összekeveri a betűket. Csomószor. Mert minél jobban be vagy baszva, és a végén már nem értesz semmit. Mondom, mert annyira részeg. Így ki kell józanodni, hogy beugrasz hideg vízbe, meg iszol vizet, meg iszol tejet, meg ilyenek. Kurva jó. Itt van például hideg krém. Vannak, de ezek még is istenesek, ott volt terápiás. Ment éppen. De ezek még ilyen istenek. Szóval ilyenek is meg vannak csinálva ebbe. Azért mondom, hogy egy csomó lehetőség lenne arra, hogy egy ilyen kis RP-s csapatot összehozzon az ember. Itt egy a lényeg, hogy annyira ne legyél teljesen értetlen a játékhoz, vagy hogy mondjam. Hogy ne feltétlenül én tanítsam meg, hogy kell World of Warcraft-ozni, hanem egy kis alap legyen. De elég, hogyha egy pár másfajta RPG-vel. Összejött egy Sanctuary klán, elkezdett táncolni a csajnak. Csávó, egy paladin, 14-es szintű paladin, egy Night Elf harcos, és egy ember női karakter, egy pap, papnő. Hát a... Oh no. Be akart inválni ugye a klánba. De majd, ha csatlakozok, akkor nem valami progress guildhez akarok csatlakozni. Régen eleget nem vettem ezekkel. Most ilyen full chillbe, chilles klánt akarok találni. Hát, hogy csinálni már nem azt mondom, hogy fogok. Inkább azt mondom, hogy találni. Ahol nincsenek ilyen izék, hogy most hetente kell menni dungeonozni, meg ilyesmi. Azokkal sincs bajom, ha nincs bajom. Csak én régen ebbe a WoW-ba sokat csináltam olyat, és az nekem elég volt. Akkor hiába törekszek. Közben iszok egy kis ásványvizet. És akkor elmegyünk erre. Ezek a wolfokat egyfolytában ője. Ugye ki, és hova? Játszani? Majd. Vagy valamelyik nap esetleg. De mondom, előtte te is itt tapasztal ki, a 6-os szint vagyok. Tapasztalt ki a játékot, itt mondtam, tudod. Mert hogyha nem jön be, vagy nem úgy játszol, vagy mit tudom én mi, akkor úgyis. 14-es szintű vagy már? Te melyik szerveren? A Crystal Songon? A legújabban? Nem a legújabb, akkor a régi szerveren. Azért mondom, hogy ez az új szerver. Crystal Song. Ez egy külön verziót ugye azt hiszem le kell szedni. Hát ami most jött ugye pár napja. Leírom neked mi a címe. De majd, nem, majd úgyis izé, szerintem hogyha ilyen nagy toborzást akarok, meg ilyesmi. Akkor majd szerintem úgyis kiírom. Ugh!
nagyon nagy toborzásokba én már nem akarok kezdeni. Ha egy összetalálkozok valakivel, vagy ilyesmi. Eljöttem rossz irányba. Mondjuk, szóval lehet, hogy én sima emberekkel is fogok így játszani, ők nem RP-znek, hanem mondjuk jó fejnek látom, ahogy így vannak, meg ilyesmi. Akkor lehet, hogy hozzájuk csapódok, meg ilyesmi, és mondják, hogy van klánjuk, ott is jó fejek vannak, akkor lehet, hogy oda csatlakozok, szóval én nem akarom így nagyon befolyásolni. Ha egyértelmű, hogyha meg valaki, de nem szeretek, vagy nem tetszik, ahogy ő játszik, vagy ilyesmi, akkor mindenki mondtam. De hogy Darmannak is ugye megmondtam, hogy nope. Nem tényleg, aki ugyanígy nyugisan akar játszani, meg hasonló stílusba. Nem idegeskedni akarok egy játékba, meg nem tudom én mi, hanem... Farkas törünk! Rengtes elixir az egész. Azok nem lehet meg... Lehet kiszedni belőle a húst. Majd ebből. Éppen bandukolunk, ugye most megint egy bányába kell elmenni. Nyomjuk az áldásokat. Igazából itt csak scoutolni kell, vagyis fel kell deríteni a terepet a bányába. És annyi, hogy kicsit bejjebb kell menni. Be kell verekedni magunkat. Egibe. Egy healt. Hozzá elment, elmenekült, mert nagyon nagyot ütöttem rá. Kevés ütött energiája. Ja, visszajön, azt kap még egyet. Hopp, tűzlabda. Azt nem lövöm. Tiger's Eye. Majd meg kell nézni a Tiger's Eye-t, hogy... Régen a sokat ért a aukciós házban, mert ritkaságnak számított, nem tudom, hogy mennyire számít annak. Köszön nyomok egy, sőt nem is. Mok healed. Egyet kéne onnan behúzni. Gyere. Hát bejött a másik is. Nem számít. Egyébként ugye a... Lehet Mr. Yandy live-ozni? Oké. Jó live-ozást. Ugye a WoW-ban nem új keletű az RP, mint olyan. Ugye voltak olyan fórumok, amiket így visszaolvastam RP klán után keresve. És ott kérdezte valaki ugye, hogy van-e RP klán, meg izé, és akkor... Valaki ugye beírta, hogy hát de ez egy RPG, ez alapból RP, mi nem értem a kérdést, meg így, meg úgy, és akkor valószínű, hogy sose játszott eredeti szerveren, mert ott vannak külön olyan szerverek, ami mögé oda van téve zárójelbe, hogy RP szerver. És hát, hogyha nem lett volna korlátolt
tudással rendelkező egyén az, aki ezt beírta, hogy, hogy ez egy RPG. Tehát mi az, hogy RP szerver. Akkor ugye felfogta volna, hogy ugye az tényleg azt jelenti, hogy, hogy például ott, hogy a klasszikban is volt egy ilyen szerver, ott játszottam keveset a klasszikba. Nem támadjuk be, hogy azt támadjuk be, ezt támadjuk. Hogy ott egy egész szerver úgy játszott, hogy közben RP-ben. És semmi izé nem volt, szóval semmilyen fennakadás, meg ilyesmi. Mert hát tudva levő, ugye a GTA RP, mint olyan, az a fantasy-ből szedte ezeket a roleplay-es dolgokat. Szóval valaki kicsit így el vannak tévedve ezzel kapcsolatban, de hát nem baj, mert nem tudhat mindenki minden. Oké, és akkor fel is van fedezve, de ott egy láda. Hoppá! Így azt jó lenne kilútolni. Kötőben nem tudok lájkolni, mert... Ádikó! Oké. Okay. Teli volt az inventorim, de nem baj, mert a kétkezes kardot úgyis odaadtam volna neki. Én nem vagyok kétkezes kardos sávó. Meg is van ugye, fel van derítve ez a rész, úgyhogy egy Goldshire-be. Hogy ő elő szeretettel segít sávó. Iron Heart. It's too far away. Hosszan. Az mellé ment, barátom, hopp. Még egy ilyet. Fej volt a csávó, nem hagyott ott minket a szarban. Nem kell hozzá, miért kéne Prime? Lufox, ne keveredjél vele. Nem kell hozzá. Ott van a izé, most simán átvált a OBS-re. A Streamlabs-en vagy te is? Streamlabs-en van, ha Streamlabs-en vagy, akkor is tudsz live-olni bárhol. Annyi, hogy ott, amikor rányomsz a streaming fut, és ott van ugye, hogy YouTube, itt tudom én mi. Támad. Akkor ott van legalul, hogy starting, mit tudom, most így nem tudom megnézni, mert streamelek. Akkor ott be lehet külön állítani, ahova a stream kulcsot be tudod írni, és akkor nem kell a Prime. Magic Candle. Valami támadótuk. Rádobom. Ahogy ez egy ilyen fireball volt. Ez egy fireball volt. Én hány húsom? 7 darab. Tehát eddig YouTube-on live voltam. Hogy most mi történt? Enzivel még itt van? Szerintem valahol itt a szélén, majd ott a túloldalt. Kíváncsi vagyok, hogy nem kell bannolni senkit. Vagy még talod? A fürdőruha, mint olyan, abban van amúgy tényleg? PSO 2-ben?
I don't know. Az ilyen fél social MMO amúgy? Mert azt tudom, hogy ilyen nagy múltja van meg ilyesmi. Csak én keveset tudok róla. Ennyit tudok róla. A, amivel toltad. Phantasy Star Online. Hogy abban tényleg van ilyen fürdőruhás? Másik kérdésem meg az volt, hogy, a, hogy az ilyen, ilyen félig ilyen social MMO? Ezt természetesen úgy kérdezem, hogy én ilyen laikus vagyok. De lecsapunk egy tábortüzet. Social pontosabban. Mint volt régen a... Mi volt a neve? Life, valami Life, nem tudom, egy csomó ilyen volt régen. Várjunk, nincs ilyen, nincs ilyen. Hely. Hát ja. Azért kérdezem egyébként ezt, mert ugye, hogy mutattad, tudod, hogy volt valami live koncert meg ilyenek, tudod, és ez nem megszokott sima MMORPG-kben, hanem ugye általában ezek ilyen social MMORPG-k, erre így rákeresem. Social MMO. Akkor ki fog dobni párat, nem tudom, hogy most mik a menők. Ugye az annyit jelent, hogy social MMO, hogy nincs benne harc, meg ilyesmi, meg nem ilyen szex, meg ilyen baromságok, ugye mint a gaming kanál is szokta tolni. Azzal, hanem ilyen sima izé, hogy belépsz és akkor csinálsz saját magadnak világot, és akkor tudsz beszélni, akkor nem az van, hogy fejlődni kell, meg ölni kell. Nem tudom mi, hanem igazából csak beszélgetni, szituációkat átélni ilyen. Ezért kérdeztem, hogy volt ilyen live koncert, és ebből gondoltam én azt, hogy lehet, hogy az is egy ilyen social, félig meddig social MMO. Have a good one. Ez most túl sok info volt így hajnali kis is. Ah, hát akkor az zsír. Azért mondom, hogy az érdekes lenne. Meg hát amúgy mindjárt itt van izé. Hát már 8. hónap van, érted? Hamar itt lesz az a 2021. Azzal az új update-tel. Most megsütöttük közben a húsokat. Látszott, hogy 9/75-re fölmen. Úgyhogy ha 75-öt eléri, akkor a következő szint sütés-főzés lehet megtanulni. Ezek azért jók, mert azért jó ezzel foglalkozni, mivel úgy is ölni fogod a szörnyeket, az ilyen vadállatokat. Az azokból kinyert húsokat, így megsütött. Nagyon jó buffokat fog adni egy idő után. Oké. Okay. Valahogy... Bányászni még azóta. Ha én fogok adni. Hopp. Még fiatal vagy, ahogy ne jön. Komplítezzük a küldit. És akkor elmegyünk erre fele, és utána úgyis erre kell még jönni. Ha emlékezetem nem csal. Értek a 7-es szintet. Milyen küldetést ad még? See you around. Greetings. For the Alliance. Ja, igen, és akkor ide, hogyha elmegyünk, akkor itt meg az itteni küldiket csinálni. Ami lehet, hogy először ezt kell megcsinálni, mert ide úgyis errefele kell majd tovább mennünk. Lovag. Egyszerűen az a neve, hogy lovag. Meg az van, hogy harcos. És egy warrior, az a neve, hogy harcos. És egy paladin, és az a neve, hogy lovag. Tökéletes. Kreativitásnak a magas. Jó, de nem szólunk be senki. Pillanatot kérek.
Elvileg kedden fogok kapni a Road to Z-hez kulcsot, vagy mi? Rábbis azt írta. Mert most jegyezték be a játékot Steamen, és azért nem tudok. Csávó. Fuck. Ja, azt ilyen izén nyertem. Ilyen megkérdették, hogy lehet ilyen giveaway-e részt venni, és akkor ott jelentkeztem azt. Majd szerintem itt fogjuk kipróbálni. És szerintem tartunk egy rövid tünetet. Még vissza is megyek ide. Legalább akkor megmutatom, van egy ilyen kis szünetképernyő. Igazából ugyanaz, mint az alap Hexariusos nyitóképernyő dolog. Attila az eltűnt az éterbe amúgy? Csak kérdezem. Ide leteszünk egy kis izét. Biztonságban vagyunk. De leülünk egy. Sőt, addig nem is izé. Csinálok semmi mást. Na, mindjárt jövök. Egy pillanat.
Na, már itt is vagyok. De ja, te Enzibe nem akarsz csatlakozni, koffozni. Később valamikor, valamelyik nap. Jól emlékszek, azt írtad, hogy nem. Jó kis izé. Meg nem tudom, hogy... Hát ilyen izéba. Nem igazán. Ripperoni. És akkor erre megyünk el. Jövök, ha jövök. Hát mondom, hogy ha tudsz játszani, akkor oké. De tudod, hogyha így azt se tudod, hogy így mik a képességek, meg ilyesmi. Azzal úgy nem leszünk így segítve, tudod. Ha valamilyen szinten azért, ha ismeri az ember a, nem tudom, az RPG-ket, akkor az úgy jó. De mondjuk, hogyha ebbe akarsz megtanulni, és más ilyen RPG-vel nem játszottál, az úgy elég nehéz. Guild Wars 2-höz Enzi. A 22 órát belerakta? Igen. Na majd megnézem. Ez milyen. Nem tudom, amúgy én arról a játékról nem sokat tudok, tényleg. Nem is néztem izét, hogy vannak milyen a harcrendszer, vagy ilyesmi. Vannak ilyen non-targetes a harcrendszer egyébként? Tudod, mint mondjuk a Guild Wars 2? Középen van egy célkereszt és akkor úgy csapatod? Vagy ugyanilyen kattingatós, mint a WoW? Csak én nagy rész reggeltől délután 3-4-ig vagyok, mert van két tágalátos kisöcsém. Eléggé elevenek, konkrétan kivágják az ajtóm és bejönnek ordítani, ilyenkor alszanak, tehát halkon beszél. Aha. Hát jó, hogyha együtt live-oznánk, akkor se beszélnénk, ugye, mert pont azt mondtam, hogy ilyen RPC utca az pont az lenne, hogy csak írkálnánk. Én régen ezt a Bobot úgy szoktam meg, hogy nem beszéltem, hanem csak írkáltam. Az egész klán az nagy ritka volt, hát ugye a raidoknál volt az, hogy összejöttünk, de olyan klánhoz csatlakoztam, akik tényleg csak írkáltak, és teljesen megvolt az a hangulat, azért akarok itt olyan hangulatot visszahozni, mint az volt. Akkor ilyen vegyes az a PSO, Enzi? Majd holnapra letöltöm, meglesem. Well met. Csak majd ha valamibe elakadok ott a... tegás, nem tudom micsodába, akkor majd írok. Honor, friend. Light be with you. Be careful. Oké, értem, amit mondasz, de ha van ilyen live, vagy... Ja, értem. Amúgy megvan a hangulata annak, hogy lehet, hogy amúgy az tényleg úgy kéne. Még ez nem is rossz ötlet, csak hát ez az, hogy most... ezt úgy mondom, hogy ha összejönne esetleg ilyen... RP-s dolog, de én nem fogom erőltetni ezeket. De ha ne adj Isten összejön, akkor én ezt lehet úgy live-olnám, hogy valamilyen zenét egyfolytában bevágnák alá, és ugye nagyítanék a szövegrészem, vagy ilyesmi. Tényleg csak az RP rész látszik. Észenzíver, oké. Köszi, hogy itt voltál. Ciao, jó éjszaka. Bedumálom. Még tudunk egy pár farkast, és...
azt mondja, hogy itt a küldetést ugye az, hogy el kell jönnünk, mert erre jött egy őr a folyón fölfele, megnézzük, hogy mi van vele. Ugye ez is mutatja majd a játékot, hogy azért nem egy ilyen full happy, meg nem tudom mi az egész. Oké, ciao. Jó live-ot. Hanem például ugye annak a katonát, akit itt meg kell találnunk, annak itt vannak a maradványai. Egyébként fel zabálta valami, és akkor itt írja is egyébként, hogy teljesen szét van szabdalva egy holttest, igazából kivehetetlen, és a közelben van egy nyakék, amire ezek a szavak vannak írva, hogy ez a Malakai Stone-os gyalogos lényeg. Hogy tovább kell menni az úton. Ja igen, most a morlokok fele kell bemenni. Ott is egy holttestet megnézni. Még mindig a bányászattal nem foglalkozik. Innentől fog belassulni, hogy még jobban a szint fejlődés, mint olyan. Azért mondtam én, hogy nem olyan lesz, mint a ilyen általában RPG-ket, hogy streamelnek, vagyis ilyen MMO-kat. Ugye a legtöbben tényleg ilyen progress cuccokat streamelnek, ugye, ami annyit jelent, hogy nem tudom, van egy boss, és akkor azt több emberrel megpróbálják megölni, nem sikerül, megnézik, hogy mi volt a baj, megint neki mennek, kicsit tovább viszik le a HP-ját a bossnak. Akkor megint meghalnak, megint megnézik, hogy izé, mik a hibái. Szóval taktikákat próbálnak, meg mit tudom én. Az is jó, meg az is content, meg stb. Nem azzal van a baj. Csak az, hogy nálam ilyen tuti, hogy nem lett. Progresszem. Mert én nem egy ilyen robot vagyok. Ezt régen se szerettem amúgy. Lényegében egy játékot egy ilyen statisztikával átalakít. Persze át lehet, meg úgy jönnek rá az emberek csomó dologra, meg stb. De nekem az túl száraz a rész. Ha már fantasy, akkor maradjon egy misztikum is. De 9-es szintűek, de azért eléggé sok a hátul, ugyanannyi, mint nekem lényeg. 176-os hátulban rendelkezik. Egy gyógyítást. Most ugye az a gáz, hogy hívta a haverját. De nem baj. Ezt ugye megöltük közben. Gyógyítunk. Majd lehet, hogy elnyomjuk a... Így mi? Ezt is elnyomjuk. Úgyis kis szinten jó. És akkor lényegében most ugye nyomtam magamra egy pergamentről, amit egyszer lehet használni. Lényegében egy egyszer használatos varázslatot, ami 65-tel megnöveli 30 percen keresztül a farmoromat. Megittam azt a gyógyító dolgot, ami egy órán keresztül megnöveli 4-gyel az erősségemet. Menjen! Elmegy ide segítséget hív. Beszorok ezeken. Nem baj. Hol van a... Hol van a kevésbé jó levő? Leverjük. Tudod? Mindig úgy kell, hogy amikor kicsi az energiája, akkor ütöm rá a kettessel, ugye, mert az így... távolabbra is tudok ütni. Kibott egy healing potion-t. Azaz, most elkaptam.
Ezt is úgy kell majd. Lehet, hogy hozzá kéne tenni az ASMR. Bovos. Mikor én nem is tudom, hogy van-e. Mivel én tényleg nem szoktam így ordibálni meg ezt. Eskiuszt egyszer kipróbálom. Azaz. Kurványán. Húha. Ezek viszont lehet, hogy így kemények lesznek. Nem baj, van egy... Heal potion. Meglátjuk, most három jött egyszerre. Hogy ittunk? Jó lesz ez amúgy. Hogy ittunk megint? Végülis amúgy kettő órája megy igazából a stream. Az egész jó. Szerintem. Na, már csak egy van. Akkor ezt is elhárítjuk. A hármas csapatot, csak közben nehogy újraéledjen ez a három, vagy nem. Lenne jó. Lenne mókás. De már fogy azért a manám, most már csak 100 manám van. Minimálisan töltödik azért vissza még harc közben is szerencsére. Oké. Okay. Akkor most csináljuk azt, hogy megisszuk a vizet. Még gyorsabban fog töltödni a... Tehát csak... Iszunk ilyen hideg vizet, és akkor... Feltöltődik, mint az állat banánk. Erre csak akkor. Na, és már termelődnek vissza. Nem baj, jó lesz ez, jó lesz ez. És egyébként... lehet, hogy majd hétköznap... nap közben is... be tudok majd iktatni valamikor. Ilyen live-okat. Meglátjuk, hogy hogyan, akkor. Gyerünk! Hogy elment a másik. Most vettem észre. Na, én is kezdek álmosodni, az az igazság. Szerintem itt ezt megcsináljuk. Az egyet, meg itt még ezt a murlok dolgokat kiszedjük a... Ó! Oda nézzetek, milyen pajzsot szereztem, passz. Mindjárt gyorsabban. Eljövünk. Látjátok is, ez a jó ebbe a játékba. Hogy ez egy speckó, pajzs igazából, ugye zöld nevű. És hát ugye mostanában ilyen maximum 100-as armoros páncél tudnék szerezni, vagy venni. És ez meg 239-et véd, és hát annyi az armorja, plusz 4 block és plusz 1 agility. Ezt be is csapatjuk. Koponyás pajzs. Ez rengeteget segít védelmen és a blokkon. És ezt random kidobta egy ilyen kipar. Van a maradvány ugye.
embernek a maradványa. Megint hárman betámadtak. Tehát azért benyomom rá, hogy lejárjon. Egy meghalt. Ez ugyanolyan scrollt szereztem? Aha. Na bazd meg, ez meg ide húzna. Hogy mit csinál? Ja, hogy értem. Összehúzta, hogy megpróbál annyit megölni. Ja, meglátjuk, hogy sikerül-e neki. Segítek majd neki, hogyha... Bazzag elmegy és gyógyít közben magát. Beszarok a... ...törnöm. Behívjuk partiba. Csaj. A csávót is akkor. Ne. A bazdok az meg is volt. Elhalálozott, mint olyan. Nice. Várjunk, itt át tudom állítani a food groupot. Ládikó majd. Az a lényeg, hogy most ugye magamra vonjam valahogy a figyelmet, csak még nincs olyan skillem, amivel magamra tudnám konkrétan. Ott azért a csajra egy... Hilt. Tetszik be az erő alapon, ugye? Itt többen küzdünk, a másik csába nem tudom. Oké. Rádikó? Kell neki? Ó, egy axe. Pellet rifle. Eladható dolgok vannak. A másik csávos hol van? Innen jön. Szerintem fönn akadt valahol. Nice. Nagyon pörög ez a csaj. Karival lévő rugó. Ha már csak kettő ilyen dolog kell. Már csak egy. Akkor azt ők itt tette. Ó! Várjunk csak. Pillanatot kérünk. Odaadta a Warrior tunikot. Puha! Ami ugye ő nem tudja használni. Csávót azt kipasszott. Most már engem támadnak. Tudjátok?
mehet el. Az az nice. Adja neki. Nem baj, egyet hozod magával. Tippelj, nem tudom megtippelni jól. Gyerünk! Megittem egy löttyöt. Valami dobott valami? Two-handed. Kellhet még a csajnak. Hát valószínű csávónak. Gyerünk! Engem is! Megyük, hogy... Hopp! Ó! Ez egy táska. Nem beszél. Ja, de kivette. Legyen. Táskát dobott és kilútolta. Nem baj, a izét odaadta. A jogos, hogy ő rakta. Melvét odaadta. Nem baj, hogy itt amúgy segítünk neki, mert itt legalább kicsit izélom. Hílelő, de hogy hílelőzünk el. Fejlődünk. Nice. Háda. A láda az övé lesz. Összes mindent ide hív. Valaki elviszi a ládát a... Nem szégyeled magad? Elvitte a csaj a ládát a másik. Meg is van ugye ez a küldi, úgyhogy visszatok oda. De közben ugye itt szereztük, az ott egy csaj, ez a Melvér. Már mégis csak egy ilyen, hogy eddig ez volt rajtunk, ez a Hosentrogeres. Igen. Ez melyik? Hogy ez ilyen kék, lecseréljük, megöljük ezt a hargast. És ugye a szintet léptünk majd ugye, amikor menjünk vissza, akkor előtt átmegyünk ugye szépen
Westfallba, akkor el ne felejtsünk ugye majd visszamenni. Thornwindbe, ugye felfejleszteni magunkat. Most már 8-as szintűek vagyunk. Viszont van egy nagyon jó pajzsú. Barton Shield of Agility. Ugye, nice. Hát majd csak izé kell, ugye. Tatyó. Na visszaérkeztél? Hát ez nem valami jó, ez a Solid Metal Club. Ja, majd a kardot kéne kifejlesztenünk, csak az ugye nincs pénz. Inventory full. Van meg a másik. Ez a Lucas. Light bless you. Oké, és... De később vissza valaki. Hát meg ha van kedved, akkor érted. Ő értne. Oké. És akkor erre fele. Csak itt jó lesz, mert... Fölveszünk küldiket, és itt azt hiszem lesz valahol egy árustat. Erre lesz ugye a lovász. Olyan. Rengeteg küldést föl lehet venni. Nem is árt megcsinálni. Mert... Csomót, hogyha kihagy az ember, akkor viszont nem tud annyira fölfejlődni, hogy... Na jó legyen neki. Van a Bauer. Adni neki a dolgokat. Ez nem kell, ez rosszabb, ez kétkezes, rajtunk volt, használjuk. Copper óra kell, Tiger's Eye ad. Eldobjuk. Oké. Okay. Safe travels. Pénzbe kerül a megjavítatás. Lehet véletlenül nálad venni táskát? De. Kurva drága, 23. Ó, itt van egy kis. 4 ez is. 75 rész. Veszünk 2-t, és akkor már is jobb lesz a helyzet. Több helyünk van. Veszünk egy fishing holt. Tudjunk pecázni. És itt ugye például az íjásznak, vagy ugye, hogyha törp vagy, akkor ugye puskával, kellett lőszer. Szóval nem csak úgy volt, hogy tudtál lőni, hanem vannak különböző lőszer fajták, amiket lősz vele. És attól is függ, hogy mennyit sebzel. Ilyen lőszer csapasz vele. Hát a lobász azt elfelejthetjük, hogy majd 20-as szinten fog bejönni, ha jól emléksz. Kapjunk bele. Ja, itt elég sok mindent kell ölni, de hát... Lehet, hogy ez következő párodokon. Fát azért itt még szedjünk. Paladin. Stingy meetet hoz magával.
paladin van, ahogy látom. Elbír azzal a... Oké. Okay. Itt tolják, itt jó sok, tényleg jó sok paladin van. Akkor átúszunk oda. Ott tölünk olyan izékat, itt közben szedünk a fát. Az egyik küldi, hogy szedjünk fát. Gyorsan összekapkodjuk, itt kiirtották a fél erdőt ezek a emberek. Tényleg mindig amúgy rácsodálkozok, hogy milyen jó ez a World of Warcraft. Ez a régi fajta. Paladin, úgyhogy nem adunk neki áldást. Oké, a fa az meg is van. Akkor azt mondja, hogy... Paladin. Wolfokat ölünk. Oké, azt is kell most ölni. Meg kell azért kell ezeket ölni, ugye például, mert az a küldetés, hogy ugye ezeket a telepesek, akik vágják a fát, meg nem tudom, hogy el vannak, azokat nagyon támadják ezek a farkasok, medvék, meg kell tizedelni őket. Lényegében most azt csinálják, mint a mai vadászok. Gyűjjük őket, nehogy elszaporodjanak nagyon, mert akkor bajok lennének. A másik játék egyébként a Neverwinter Nights volt, amit gondolkoztam. Neverwinter Nights 1. Én nem az MMO-ra gondolok. Faszabolós játék. A Neverwinter Nights 1-re gondoltam, hogy azt mutatom be egyszer, mert az régen nekem nagy kedvencem volt. Ugye aki nem tudná, volt régen olyan, nek az volt a neve, hogy kalandjáték kockázat. És az lényegében egy könyv volt, ami ilyen kicsit durván fogalmazva, ugye vannak ezek az asztali szerepjátékok is, vannak a, annak egy ilyen nagyon-nagyon leegyszerűsített és átalakított mása, ha lehet így fogalmazni. Ugye lényegében az volt, hogy volt egy könyv, volt egy karakterlap, azt kitöltötted, ugye dobókocka kellett hozni, kidobtad a dolgaidat, ugye az erősségedet, az energiádat, stb. És akkor a fegyvereid is úgy voltak, hogy, dobni kellett, és akkor úgy támadtál, meg úgy védekeztél, minden. Volt a könyv is, elkezdted lapozni, és ilyen számot, nem oldalak, oldalak is voltak megadva, de ilyen fejedzéseknek voltak ilyen számok megadva. Nem úgy volt, hogy előről mentél a vége felé is 1-2-3. Nem lehet, hogy az első lapon már a 59-es feljegyzés volt, második lapon már a 300-as, szóval ilyen teljesen full összekeverve. És tudod, elolvastad, hogy mi történik, stb. És tudtál dönteni. És attól függően, hogy hogy döntöttél, ott volt, hogyha, mit tudom én, le volt írva, hogy megtaláltad a boszorkánynak a kunyhóját, és hogy benyitsz, hogyha benyitsz, csak úgy kopogás nélkül, akkor lapozd a 300-as feljegyzést. Erre is erre az oldalra. Ha előtte körbenézel és megnézed a fészert, akkor lapozd a 200-as oldalra, és a 300-as bejegyzést, 400-as bejegyzést keresd meg, stb. És akkor így tudtad valamilyen szinten alakítani, hogy befolyásolni, hogy csinálsz. És én régen ilyeneket körül játszottam. Ilyen kalandjáték kockázatokat, ugye ez öregek között, ugye ezek ilyen nagy, nagyon elterjedt volt. Szerették, hogy ilyen fantasy, de csak nem csak fantasy voltak, hanem voltak ilyen kis fél éve. És
Az a lényeg, hogy például ugye nekem egy ilyen Neverwinter Nights 1 teljesen azt a feelinget adta vissza, amikor ugye magyar felirattal ugye tudtam játszani, mert ugyanazt a ilyen jó kis kalandbeli nyelvezetet használta, mint az akkori kalandjátékot adott könyv. Így mellékesként elmondtam, hogy ezek ilyen tök jók. Én még abból kettőt kell ölni. Ha még ezt a kettőt megöljük is, akkor... Szerintem már én is kidőlök mára. De szerintem egész jó volt, most én 8 követőről fölment 13-ra. Szép lassan remélem átjönnek az emberek. YouTube-on majd el ne felejtsem azt leállítani, azt a bejelentő live-ot. Szerintem mindig ott van. Szépen kitörlöm. Még egy ilyen farkas megölünk. Visszamegyek oda a biztonságos patelepre. Oké. Akkor ezt innentől. Igazából ez a karakter szerintem ilyen stream beli lesz. De majd meglátjuk. Lehet, hogy azért streamen kívül is alkotok vele. De az biztos, hogy még a WoW-ból lesz a most stream, mert eléggé tetszik a maga a játék, úgyhogy... Tehát remélem, hogy akik itt voltak azok. Oké. Jó, akkor szerintem minden fogjuk majd folytatni. Hát itt nem kell lájkolni, meg ilyesmi. Meg nem is lehet hozzászólni, mondjuk ezek tök jó dolgok. Itt kell lennie az embernek, hogyha valamit hozzá akar szólni. Úgyhogy mindenki kövessen be, ha látni akarna még hasonló dolgokat, még videókat és régebbi live-okat YouTube-on megtalál, linkeket szerintem valahova ide én elszórtam, mint olyan. Úgyhogy igazából elköszönök mindenkinek, minden jót, sziasztok!